Szevasztok, gamerek! Elérkeztünk a T100 LT-nek a bemutatásához, hiszen ugye a Wargaming a hónapban ezt az ágat, illetve az AMX M4 54-esnek az ágát árazta le. Ott bemutattam a 8-as, 9-es, 10-es tankot már, itt a T100 ágon pedig az LTTB-t, a 8-as tankot, illetve a 9-es T54 Lightweight-et néztük már meg videó keretén belül, hogyha azokat még nem láttátok, akkor mindenképpen csekkoljátok le. Ebben a videóban pedig ezt a 10-es tankot fogjuk egy picit jobban kivesézni. Nagyon sokan kérdezték már tőlem, hogy Elit, melyik a legkezdőbarátabb könnyű tank ága játékba, melyikkel érdemes kezdeni a könnyű tank gaminget, hogyha még eddig nem nagyon játszottam. És erre azt szoktam mondani, hogy bár nem igazán van olyan könnyű tank ága játékban, ami kezdőbarát, mert a könnyű tank a legnehezebben játszható tank ága játékban, de hogyha mindenképpen szeretne valaki elkezdeni könnyű tankkal játszani, akkor szerintem érdemes az orosz könnyű tankokkal kezdeni, hiszen 8-as szintől felfele egészen korrekt páncéljuk van ezeknek a járgányoknak, mind az LTTB-nek, T54 Lightweight-nek és ennek a T100 Light-nak. Egy picivel többet tudnak pattintani, mint az összes többi könnyű tank a játékban. Ugye a nullához képest az 1-2 az már ugye előrelépés, és ezáltal ugye egy nem tapasztalt játékos kicsit tovább tud életben maradni, többet tud hozzátenni a mérkőzéshez, kicsit több hibát engednek meg ezek a könnyű tankok a páncéljuk miatt. Szerintem ennek a T100-nak a játékmenete az nagyon-nagyon hasonló az Erhám PZ-hez, ugye a 10-es német könnyű tankhoz képest, amit ugye most felbuffoltak és mindenki nagyon-nagyon szeret, hiszen ugye ez a T100-as is egy hibrid, egy könnyű tank és egy közepes tank között, hogyha úgy hozza a szituáció, hogy nem igazán tudtok spotolni, a tűzereje egészen korrekt ennek a tanknak, nagyon jó az ágyú kezelhetősége, és azért ezzel is lehet jó sok sebzést kiosztani, de nagyon jól lehet vele spotolni is, úgyhogy szerintem egy egészen jó hibrid. Ráadásul a páncél miatt ugye az 1v1-eket a másik könnyű tank ellen könnyebben meg tudjátok nyerni, ami eléggé fontos, ugye, mert azt szoktam mondani, amikor egy nyitott pályán vagytok, hogyha meg tudjátok nyerni az 1v1-et, az ellenfél könnyű tankja ellen ki tudjátok játszani és te élben maradtok, akkor meg tudjátok nyerni a csapatnak a mérkőzést, ugye ilyen szempontból ez a tank eléggé erős. Na most, mielőtt még beugranánk a csatába, még egy pár fontos információ a tankról. Amit észre fogtok venni, hogy ennél a tanknál csak 3 legénység van, míg ugye a T-54 Lightweight-nél, a 9-esnél ott ilyen 4 legénységetek volt, ugye volt extrába egy töltőtök. És a töltőnek a képessége, vagy a töltőnek a skilljei, azok a parancsnokra jutnak, és a parancsnoknak már így is fontosak az alapképességei, hiszen varajtunk ugye bia, nyomítás, átszázás, illetve felderítés, illetve még a rádiósnak a képességéből is a helyzetfelismerés rá kell rakni, plusz ezen kívül még ugye a harmadik képzettségnek, ugye ott vannak a töltőnek a képzettségei, a biztonságos elhelyezés, illetve a megérzés, amik eléggé fontosak erre a tankra. Az igaz, hogy egyébként a lövegkezelőre is el tudjátok osztani ugye ezeket a képességeket, de a lövegkezelőn is ugye az alapképességek kellenek, plusz van a célmegjelölő, ami segít nekünk abban, hogy minél tovább legyen spoton az ellenfél. Itt is nem igazán egyszerű elosztani a képzettségeket. Ugye készüljetek fel arra, hogy itt egy picivel több XP-t bele kell majd ugye raknotok a legénységbe. Ha van rá lehetőségetek, akkor nyugodtan rakjatok rá a legénységre ilyen könyveket, és próbáljátok meg felbusztolni minél magasabbra, hogy minél versenyképesebb legyen a legénységetek. De erre mindenképpen szerettem volna felhívni a figyelmeteket, mert szerintem ez egy visszalépés lesz sok embernek a T-54 Lightweight-hez képest, vagy legalábbis egy olyan dolog, ami egy picit frusztráló lesz az elején, amíg nem oldjátok meg ezt a problémát. Arsztori módosításokat akartam még itt a videó elején megmutatni. Ugye itt a tank előtt fiókon már megcsináltam a 3 márkot erre a tankra, de még akkor csináltam meg, amikor még nem voltak benne a játékban arsztori módosítások, ugye így XP-m az nincsen rá, illetve nincsenek ezek kihúzva. De, hogyha kihúznám őket, akkor itt ugye a jobb oldalit választanám, itt is a pontosságra mennék rá. Ennek a tanknak a pontossága nem az igazi, úgyhogy szerintem azt mindenképpen boostolni kell. Itt egyiket se választanám, itt az is jó, hogyha egyiket se választjátok, az is jó, hogyha az átszázásra mentek rá, illetve az is jó, hogyha látótávra. Ez teljesen rajtatok áll, hogy ti mit szerettek. Én valószínűleg vagy egyiket se fogom választani, vagy az átszázásra fogok rámenni. Itt pedig ugye alapvetően mindenképpen a jobb oldalit választanám, hiszen ugye könnyebben tudjuk felszpotolni a bokor mögött lévő ellenfeleket, és egy parancsnoki látási rendszerrel kombinálva ez eléggé erős tud lenni. Itt pedig egyébként, amiket lehet boostolni, az mozgékonyság és tűzerő. Szerintem a tűzerőt boostolnám, és akkor oda beraknék egy töltésgyorsítót akár. Felszereléseket már megemlítettem, ugye alapvetően erre a tankra kétfajta felszerelés szettet szeretnétek, majd amikor ugye eléritek a 3-as harcteri módosítást, ugye akkor nyílik meg ez a lehetőség, és szeretnétek egy spotoló szettet, illetve egy olyan szettet, ami inkább olyankorra van, amikor városi pályára dob be titeket, és nem igazán tudtok spotolni, akkor inkább sebzésre kell rámenni. A
A spotoló szettünk az teljesen standard, egy parasoki látási rendszer, hogy könnyebben felspotoljuk a bokor mögött az ellenfeleket, egy kipufogó, hogy javítsuk az átszázásunkat, és egy távcső, hogy a látótávot minél jobban növeljük. Ugye szoktátok kérdezni tőlem, hogy miért, hogyha 440 méter a max látótáv a játékban, akkor miért érdemes 440 méter fölé menni? Azért, mert minél magasabb a látótávod ezen a 440 méteren felül, annál előbb töröd meg az ellenfélnek a kamóját. Tehát lehet, hogy ha csak 440 méter a látótávod, akkor 300 méterről spotolod ki az ellenfelet, viszont lehet, hogyha mondjuk már 500 méter látótávod van, akkor 350 méterről már ki fogod spotolni. Ezért fontos, hogy fölé menjetek ugye, a látótávval, előbb törjétek meg az ellenfélnek az átszázását. A második szettünk pedig egy szellőzés, töltésgyorsító és egy fejlesztett, vagy bocsánat, jutalom célzó. Ezt érdemes egyébként a Bontiból használni, vagy hogyha majd meg lesz a harcszínű módosítások, akkor be tudjátok rakni ugye a booster slotba, és akkor 7%-osan tudjátok majd használni. Na jó. Figyeljetek srácok, szerintem amit itt kellett a garázsban, azt elmondtam, ugorjunk is be a csatákba, és nézzük meg, hogy mit tudunk fele teljesíteni. Hogyha megnézitek ennek a tanknak a páncélját, amíg tölt be itt a csatába, láthatjátok, hogy azért nyilván nem egy 10-es közepes tank páncélzat, de ilyen 190 mm páncél van rajta ugye szemből, illetve nagyon jól meg van döntve ennek a tanknak a páncélzata, és nagyon könnyen tudnak róla, főleg az APCR lőszerek, de minden lőszertípus lepattanni, eléggé sokat tud pattintani páncél kialakítás miatt, és ez miatt ugye nagyon jól lehet vele egyvégyezni, ahogy említettem nektek, repesszel pont annyi páncél van, hogy nem igazán tudják ugye beütni ezt a tankot. Jó. Nézzük, ugye itt ezen a szeppe pályán védünk, hozom a spotoló szettemet, és fú, melyik pozíciót hozzam el, ugye három könnyű tank van, érdemes egyébként mindig megszámolni a csata elején, hogy hány könnyű tank van a játékban, hogy hányat kell ugye kijátszanotok, még ugye ti maradtok egyedül. És alapvetően szerintem megpróbál bejönni ebbe a bokorsorba, és ugye innen lehet spotolni azokat, akik itt mennek át, illetve azokat a könnyű tankokat, akik ugye be akarnak jönni középre az ellenféltől. Ja, megy előre az elcénk, aha. A boros kóla. Ja, nem fogok rá lőni, mert akkor kispotolna. Az elcénk egyébként nagy bajban van, mert ott, hogyha kispotolják, szét fogják lőni. És ezért nem szeretek ennyire agresszívan játszani ugye a könnyű tankommal, mert egyszer kispotolnak ilyen pozícióból, meg nem jössz vissza. Lehet, hogy egyébként, hát figyeljetek, amúgy a boros kóla tölt előbb, nem? Azon nem tudunk segíteni neki. Egyébként nagyon szépen játszik. Most ott előtte magát az AMX, az én spotom. Nem, egyébként én spotoltam föl, de olyan tank lövi, ami már ugye látja magától. Talán a HVK volt, így most már kapok belőle. Most eltűnt. Annak az AMX-nek egészen jó az álcázása. Ugye az ellenfél is meghalt egy tank, egy könnyű tank. Nem tudjuk, hol van az LC, viszont az AMX azt tudjuk, hogy már csak 565 HP-n van. Érdemesen egyébként háttal beállom a bokorba. Hogyha baj van, akkor el tudjak menekülni. Ez egy ilyen fontos tipp a könnyű tankoknál, hogyha olyan pozícióba értek be, amiben nem vagytok biztosak, hogy vagy kispotolnak-e vagy sem, akkor érdemes háttal beállni, és hogyha baj van, akkor pedig időben el tudjátok ugye húzni a csíkot. Cseréltölt kispotoltuk. Érdemre mondom, nem akarok löböldözni. Nem akarok löböldözni, mert nem tudom, hogy az AMX például visszaállt a pozícióba, nem tudom, hogy hol van az LC, az is simán ülhet egyébként bármelyik bokorba itt elől. Tényleg óvatosan kell megjátszanunk ezt a szitut. Amit még lehetne csinálni, hogy ezen a részen amúgy jövünk előre, és lehet, hogy érdemes lenne itt betolnom. Ugye egy FOSZ 155-öt nem láttunk még, illetve egy TVP-t, amik lehetnek itt. Valamit majd kell spotolnom. Ugye a HVK-nk az bajba van. De nem is akarok tényleg innen elmenni, mert ha ott a Conqueror, akkor azt nem tudjuk betolni azt a sort. Az nagyon jó guldalan tank oda. De nézzétek meg, hogy a Chariot-ér az kijön ide. Esetleg egy Badger, vagy valamelyik TD-nk meg tudja lőni? És srácok, most márkolom ugye a 10-es RHM-et, a német könnyű tankot. Szép lövés oldalban, amilyen kaptam a spotot, mert aztán magának spotolja a BZ. És azt vettem észre, hogy a legfrusztrálóbb dolog a könnyű tank játékban az az, hogy nagyon sokszor az emberek nem figyelnek arra, hogy mit spotoltok, illetve nem igazán lövik a spototokat. Szerintem most simán le tudnák lőni azt a cserjőtért, csak senki egyelőre nem akar odajönni, de a Badger az oda jött és lőtt egyet, nagyszerű, megköszönjük. De tényleg a legfrusztrálóbb ennél a könnyű tank játéknál, hogy hiába spotolsz 15 embert, néha ilyen nulla assziszttal jössz ki, mert... Oh, ott van a tank.
És egyébként ezért érdemes, szerintem a könnyűtanki játék mellett akkor lesz a legjobb, amikor egy vagy két játékossal szakaszba tudtok menni, és tudtok kommunikálni, hogy figyelj, ezt most fel fogom spotolni, ide célozzál, akkor nagyon-nagyon szórakoztató tud lenni. Random azon az szokott lenni, hogy valamelyik csapat tök jól lövi a spotot, valamelyik meg nem, ezt el kell fogadni, ezzel nem nagyon tudtok mit csinálni. Mert valahogy szerintem az a könnyű tankjáték nagyon a türelemről szól, szerintem meg az LC nem volt türelmes, mi azok voltunk, és így ki tudtuk szedni, ugye miattunk ki tudta szedni a csapat a játékból az LC-t. Ugye alapvetően számolom még, hogy van egy 13-105, hogyha boroskólára bemennék, az lehet, hogy jó lenne, de ugye le tud minket tárazni, illetve a művi is meg tud minket lőni, míg odaérek, nem tudjuk hol a fos. Nem vagyok biztos benne, hogy agresszív játék az most annyira jó lenne nekünk. Hogyha a művi feljön, azt így is úgy is tudjuk majd lövöldözni, illetve spotolni, úgyhogy egyelőre szerintem még türelmesek vagyunk. Én tudom magamról, hogy én azt szoktam legtöbbet elrontani a könnyűtank játékmenetbe, hogy nem vagyok elég türelmes. Mert mindig menni akarok, lőni, meg harcolni, meg mit tudom én. Ugye nekem a könnyűtankok azok soha nem szoktam, mert több videó mondtam, hogy nem az én tankosztályom. Ez borzasztóan sok türelem kell. Ott van a fos, akkor már csak az artit nem láttuk, egy sárfutúrt, meg egy TVP-t. Nem tudják ott ellőni? Az a gond egyébként, itt veszíteni fogunk, ott a boroskóla. Lehet, hogy el kéne kezdenem amúgy agresszívabban játszani, mert azt nézem, hogy itt spotból nem fogunk nyerni. Próbálok agresszívabban játszani. Alapvetően a tankon egyébként egy 300 alfás löveg van. Az átütés értékek nem a legjobbak, ugye a normál lőszeren van 230-as átütésetek, a prémium lőszeren meg ez csak 248-ra megy föl. Egyébként a futás van. Futás van. Illetve hogy egyébként ez a tank nem is kapja meg azt a nagyon-nagyon jó repeszlőszert, mint ugye mondjuk például az RHM-nek van. Német könnyű tanknak. És azon gondolkozom, hogy mit csinálják, hogy tudom ezt spotolni majd a Scorpionnak valahogy itt a tankokat. Ott a konvéj, azt el tudják lőni. Nem akarom előlni magam, mert ugye a boroskóla az fönt lehet. A Scorpionunk az hibázott, és szerintem ezért meg is fog halni. Mert onnan nem szabad ekkorát kipíkelni, kinézni. Becsörtök, kéne egy kis segítség. Lőni fogok. Aztán jövök el innen. Nem lesz levegsüllyedésem? Aha. A konferótól kaptunk egyet. Addig kéne kiosztani rá sebzést, ameddig közel nem ér. Ójjjjjjj. Hát szerintem halottak vagyunk. Így van, figyeljetek srácok, nem figyeltem, hogy a T95 az nem néz ki eléggé. Vagy lehet, hogy csak én voltam vak. És azt hittem, hogy a T95, hogyha itt jönnek fel a tankok, az letartja, de lehet, hogy mondom, én rontottam el, és nem figyeltem. Arra koncentráltam, hogy a fönt lévő tankokat tudjam ugye lövöldözni, ameddig közel érne, meg tudjam őket spotolni. Ez is egy olyan pálya volt, hogy igazából végig láttuk az ellenfelet, ami lő minket, egyszerűen elveszítettük a trédeket, és ezzel nem tudtok mit csinálni. A könnyű tankkal, hiába nem, az a dolgotok, hogy spotoljatok, az ellenfélnek kijátszottak az ellenfél könnyű tankját, itt szinte egészen jól ezt megtettük, ennél többet nem tudok hozzátenni. Hogyha nehéz tank dőgőt elveszítik a tankjaink, abban nem tudok beleszólni, ha a medrészt elveszítik a tankjaink, abban sem tudok nagyon beleszólni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a kör, ez nem feltétlenül rajtunk ment el, de ugorjunk be a következőbe. Illetve szerintem, ami még hozzátartozik a könnyű tank játékmenethez, hogy egyik sessionnél, amikor leültök játszani, tök jó pályákat fogtok kapni, szép nyitott pályákat, ahol tudtok jól spotolgatni, megjátszani, meg viszonylag normális csapatokat, viszont a következő meccs, vagy következő alkalomnál, amikor ugye leültök a géphez játszani, akkor pedig azt veszitek észre, hogy tök szar pályákat kaptok, városi pályákat, tehát ezzel az egészen azt akarom mondani, hogy a könnyűtank játék az nagyon pályafüggő, borzasztóan pályafüggő, illetve borzasztóan csapatfüggő, tehát ez egyértelmű, és ezt tudjátok egy kicsit javítani nyilván, hogyha szakaszban játsztok, de nyilván, hogyha egy rossz pályát kaptok, akkor akármilyen szakasztársak vannak veletek, akkor sem tudtok igazán spotolgatni. Megpróbálok felmenni itt, mert amúgy meg tudnám nyerni egy véget a könnyű tankkal szembe, és nem is jön fel könnyű tank, ugye hoztam a sebző szettemet, mert itt nincsenek olyan nagy távolságok, meg nincsenek olyan dolgok, hogy itt nem kispotolni az ellenfelet, úgyhogy bejövök ide ebbe a bokorba.
És ott van az FATR, és sajnos nem jó az intuícióm. Mögöttem vannak tankok, de hát az lényegtelen. Úgyhogy úgy lövök, hogy nem spotolódok, mert ugye a bokor nem átlátszó. Nem tudjuk lövöldözni a tankokat. Ugye a Mantit ki kéne fókuszálni, mondjuk mindig az első. De azt nézem, hogy honnan tudnak minket felspotolni. Tudok nagyon vigyázni. Oda nézzetek a track damage-et. Nem tudok spotolni normálisan, de Lance Top assistot azt tudok kapni. Ha innen ellövöm magam, szinte fix, hogy spotolódom. Itt tudom spotolni azokat a tankokat, akik ott hátul állnak. Spotot kapok-e? Így van. De valóban fontosan kiosztani a sebzést. Jó. DPM mértékünk az egészen korrekt. Tudom amúgy kongatni itt az ellenfelet. Nyelesik rólunk a spot. Van még egy grille, amit nem láttunk. Nem tudom így lőni. Látok ki eléggé. Az AMX, lövünk rá egyet, viszont a pontosság az itt kijött, hogy nem a legjobb. Nem kapkodunk. Volt az FATD, ott van a grille. De jó lenne, hogy most lenne egy normális intuícióm, eléggé fejlett lenne a legénységem. Nem egy spotot kaptam, ezért kapok kettőt szerintem. Ó, a konceptet pattintottuk. Erről beszéltem, srácok, hogyha APC-re lőnek meg minket, akkor ezt viszonylag szerintem kultúráltan tudjuk pattintani. Itt van valahol a T-100-as, nem? Nem, az oda elment föntre. Egyébként szerintem lassan mehetünk közelebb majd. A grille. Ó. Akkor próbálok bejönni az ellenfél mögé. Egy közepes tankjénk már ugye meg hátba. Lövegsüllyedésem. És hát egy segbe tudom lőni. Jövök fel ide. Jó, és a fost kéne farmolnunk. Gyönyörű. Egyébként ezt el is van trekkelve. Jövök fel az AMX-re. Támogatott, meg tudjuk-e még lőni egyszer? Egyszerű. És talán még egyszer a legjobb DPM-em? Á, pont nem töltöttem be. Egyébként szerintem ez a pálya tökéletes volt arra, hogy megmutassam milyen, amikor ezt a tankot inkább közepes tanknak használjátok. Mert itt nem igazán volt mit spotolnunk. Persze, fölmentünk a hegyre, meg ott voltak a TD-k lent, meg a mantikor, amiket tudtunk lövöldözni. De ez nem arról szólt. Az arról szólt, hogy elhozunk egy kulcs pozíciót, és a jó DPM-et kihasználva, meg a jó ágyú kezelhetőséget megtartottuk, meg kiosztottuk a sebzést. Figyeltünk arra, hogy ne spotoljanak fel minket, és mindenfelre lövöldöztünk. Nézzetek meg, egyébként másik sebződőként jöttünk ki, XP-ben a második helyet hoztuk el. Én ezzel teljesen elégedett vagyok, szerintem ez elég jó döntés volt, hogy felmentünk oda a hegyre, plusz még keretet is farmoltam. Egyébként az előző mérkőzés, hogyha megnézitek, azt nem csodálom, hogy elvesztettük, hiszen én nem osztottam ki sok sebzés 1200-at, mert arra fókuszáltam, hogy inkább spotoljak, és így is benne voltam a top 5 sebzőbe. Ez kicsit kevés, a csapat egy kicsit kevés sebzést osztott ki szerintem. Na jó, ugorunk be az utolsó mérkőzésünkre, vagy lehet nem az utolsó, lehet, hogy még ezen kívül gurulunk. Na nézzük, srácok, Jorzon játszunk, de aztán a spotoló szettemet, és itt az a kérdés, mennyire akarok agresszívan játszani. Hogy előre lehetne jönni ide, és lőni egy-kettőt, lehet, hogy nem lenne rossz ötlet, de inkább ezt a házat ezt kitakarítom innen. Ugye általában az ellenfélnek a könnyű tankja az ide szokott beállni. Mert én feljöhetnék egyébként ide. Aha, nézzétek! Jó lenne egyébként, ha ki tudnánk szedni. Csak ugye senki nem, nincsen még pozícióban. Arra esetleg rálőnénk. Parti előtted, de csak 58 HP-ra. Egyébként az innen lehetne lőni, csak neki jobb a pozíciója, amivel ugye magaslaton van, és a páncél az egész korrekt ott, szerintem.
Ugye a célom az az, hogy kiszpotoljam esetleg azt a tankot, aki itt játszik, de főleg azt, aki ugye itt akar játszani. Főleg, hogyha ott ugye kinéznek a domnak a tetején, azért jöttem ki ennyire ide a szélére. De megint úgy állok be, hogyha esetleg kiszpotolnának, akkor el tudjak jönni időbe. Nézzük, hogy a Leopard van itt közepes tanként, a... egy kis TD, van egy E50-em is, aki oda föl, mert meglátjuk, meglátjuk. Alapvetően szerintem ezen a pályán ez a vesztes oldal, mert rosszabbak a pozíciók, de megpróbáljuk a maxot kihozni nyilván. Skodánk már ég, ég a művész. És ott van a Leopard. Lepattant róla egyébként a VTP, vagy a grilling pattant. Amúgy ezt nem én spotolom. Hm? Annyira 2.57 föl. Tarté. Arról majd fontos a spoton tartani, hogy meg tudják lőni. Mi ott van egy? E55? E50? Jönnétek, ezzel a téréknek el kell lőni a tankokat. Jelzem kell, hogy az a 257-en spotoljon ki minket. Na, itt fogyunk el, én azt veszem észre, hogy amúgy a 257 jön be, fogyunk el, a grillénket már lelőtték. Egyet, aztán futok. Érdek, nem sem tudom, hogy hova menjek hirtelen, mert spotolni már nem nagyon tudok szerintem normálisan a csapatnak, hanem itt ki kéne használnom a tűzerőmet, aztán lövöldözni nekik. Már ide lehetne még bemenni, mert ugye a VTP-zőnyünket most kiszpotolták, az ott halott lesz, nem? A 257 annyira bepusolt, hogy én már nem tudok visszamenni normálisan pozícióba. Az ellenfél meg most simán le tud jönni ezekkel a tankokkal és közel tud érni hozzánk. Ott van az ellenfélnek a T-100 lightja. Egy nehéz tankdőnköt még nem toltuk át. Nagyon rossz lövés volt a részemről. Talán, hogyha ellőtték volna ott, ott a nyílt mező közepén ment át. Ha? Hát tudom lőni, egy pici pixel kilátszik. VTP-Z4-ünk az gatya. Itt van az E50, jön az E55 is. Hatunkat kiszpotolták. A T-7 az visszament középre. De az idős srácok, nem látom, hogy itt mit kéne csinálni, de őszintén tényleg nem tudom, hogy mi lenne itt a taktika. Nem tudom oldalról beütni. Hátulról mindjárt megjelennek ránk. Hori az erre fele jön, jajjajjaj. Próbálok rá lőni egyet, de hát nem talál. Lövegsüllyedésem, ah, van egyébként. Nem spotoltak ki minket. Tudom legyújtani a tankot, hát ez nem jött össze. Jó, az legyújtottuk, az még extra sebzés. Figyeljetek, ég a művész. Mennyi ég le belőle? Még mindig ég. Kell csak mennyi sebzésre fogunk végezni. Mert ezt ugye nem adja még hozzá. Hanem majd a seta végén fogjuk látni. Ugye 1200 sebzést látunk.
De egyébként, srácok, ez akkor egy ilyen tipikus példája volt ennek a pályának, hogy hiába tudnál spotolni ugye erről az oldalról itt a bokorsorban, hogyha egy nehéz tank bejön, és betolja az arcodba, akkor nyilván ugye az már kiszpotolja a TD-ket, mert ők ugye nem a dupla bokorból lőnek, és kiszpotolódnak, és meghalnak, utána meg nincs, akinek spotolnál. Tehát ez egy ilyen iskola példája volt annak, hogy ez a pálya miért kicsit balanszolatlan, és miért nagyon-nagyon gatya mérkőzéseket lehet játszani ezen a meccsen, vagy erről az oldalról, ezen a pályán. Ha megnézitek, 1850 sebzéssel végeztünk, ami megint top 3 sebzőben benne vagyok, nem igazán az a csapat volt, amit kerestünk. És szerintem egyébként ez a három meccsből kettő az nagyon jól összefoglalja az első, meg ez a harmadik, hogy milyen ez a könnyű tank gameplay. Tehát valamikor nagyon jó pályát kaptok, nagyon jó csapattal, és nagyon élvezni fogjátok, és mosolyogni fogtok, de valamikor meg rossz pályát kaptok, rossz csapattal, az nagyon rossz, valamikor jó pályát kaptok, rossz csapattal, tehát valamikor így a kettő nem passzol. Ez egy jó pálya volt olyan szempontból, hogy lehetett volna rajta spotolni, még akkor is, hogy a rosszabb oldalt vagyunk, de egyszerűen a csapat az meg elpárolgott, mert az ellenfél az meg betolta az arcunkon, mert engedtük nekik. Na jó, srácok, én nem szeretném egy ilyen körül abba hagyni, menjünk még egy karikát, aztán utána lezárom ezt a videót a végső gondolatokkal erről a T-100 Lite-ról. Illetve srácok, eszembe jutott még egy probléma, ami így a könnyű tank gámmárkozás közben figyeltem meg. Nagyon sokszor a matchmaking berak két artit a meccsbe, ami ugye nagyon veszélyes rátok, főleg, hogy a papír light-tal játszotok, mint a 10-es német light. Itt a T-100-ra is azért veszélyes tud lenni az arti. De ami még nagyobb probléma, hogy sokszor egy mérkőzésben 3-4 könnyű tankot berak a játék. Az annyira élvezhetetlen, mert ugye mindenki veszi el a másiktól a spotot, küzdeni kell azért, hogy teszpotoljad föl az ellenfél tankjai, te kapnak az asszisztot, illetve hát nyilván egy tankot még lehet úgymond kijátszani, két tankot is lehet kijátszani, viszont négy darab könnyű tankot kijátszani az eléggé nehéz, én azt gondolom. Úgyhogy szerintem a matchmakingnek mindenképpen limitálni kéne azt, hogy mennyi könnyű tankot rak be egy mérkőzésben, mert szerintem javulna a játékélmény mindenkinek. Ezt a két fát érdemes itt kidönteni, bálni seggel, azért, ugye innen kitehet a spoton azokat a tankokat, akik ugye mennek föl a nehéz tank dühöngőbe, plusz azokat a tankokat, akik ugye oda kiállnak és ugye próbálnak snipe-olni. Mi az ellenfél könnyű tankja ugye általában ebbe a bokorsorba szokott jönni, ebbe itt végig. Egyébként most kiszpotoltuk a 60 TP-t meg akik ott fenn állnak, hát ha el tudják lőni őket. Ugye az a gondolom, az ide kéne tank, mert szemben nem olyan könnyű ellőni. Ott van a Badger-t is lehetne durrogtatni, püfögtetni. TVP mindig spoton van, ezért fontos egyébként, hogy rajta legyen a képesség a legénységen, minél tovább tudjátok spotolni az ellenfelet, mert nagyon fontos, a random csapatások azt hattam észre, hogy picit lassan reagálnak a dolgokra, és az extra pár másodperc az sokszor azt szokta jelenteni, hogy már van idejük ugye kapcsolni, és ugye el tudják lőni a tankokat, ha meg nincs rajtotok, akkor meg egyszerűen időben nem néznek oda. 2300 spottal indítottunk, illetve egy 10-es TD az gatya, ezért szeretem ezt a pozíciót, srácok. Nagyon kellemesen lehet innen spotolni, és még hogyha baj is van, akkor le tudtok ide futni, és ugye eléggé laposak vagytok, hogy az ellenfél nem igazán tud titeket normálisan ellőni ott lenne a mélyedésbe. Ugye azt pingelik a csapattársak, hogy amúgy menjek föl ide és dobjak egy spotkört, ami lehet, hogy nem lenne hülyeség, de nagyon veszélyes, tehát végtelenül veszélyes. Ugye azt látom, hogy itt ki van döntve a két fa, tehát ott mindenképpen ültang, plusz szerintem itt is ülnek a bokorba. Én nem gondolom, hogy most még menni kéne jólózgatni. Szerintem most még nyugodtan játszhatunk passzívabban. Sőt, egyébként lehet, hogy érdemes lenne, hogy átjönne, sőt, van egy ötletem. Nem arra fogok menni. Egyébként könnyű tank játéknál, srácok, soha ne azt csináljátok, amit a csapat kér tőletek, mert az esetek 99%-ában hülyeséget pingelnek, meg azt akarják, hogy menjetek és jólózzatok be, és halljatok meg egy spotért. Úgyhogy ezt soha ne csináljátok, egyébként itt van a venn a könnyű tank. Fix info. De mivel az ellenfélek itt nincs nagyon tankja, ezért ugye be tudok jönni ebbe a bokorsorba, és onnan tudok spotolni. Nem fogok tudni elméletileg spotolni. Ott van TP, hát azt nem hiszem, hogy ellövök innen, a legjobb pozícióban, de megvan a TVP, nézzétek meg, azt felszpotoltuk. Azt esetleg meg tudnák lőni. Már egyelőre nincs olyan tankunk, ami meg tudja lőni. FTD. 60 TP egyébként fontosan világít. Tudom, hogy tőlem. Szerintem amúgy tőlem.
Most kinéznem, esetleg valaki előni most, csak trekkelték, mellé, hopp, az elő, ez az a mi spotunk. Én még olyan könnyű tank hibát szoktam látni, hogy a játékosok mondják, hogy de én spotoltam a tankot, kiírta nekem, hogy spotom van, miért nem én kapom belőle az asszisztot? Lehet, hogy ti spotoltátok föl, de lehet, hogy hogy a közepes tank már annyira közel van, hogy már ő is spotolta volna a tankot, és hogyha ő is spotolja magának a tankot, akkor ti nem kaptok belőle asszisztot. Ha saját maga a spotját lövi, akkor ti nem kapjátok meg. Hát valami mindig figyeljetek oda, hogyha könnyű tankkal játszotok, hogy olyan helyen spotoljatok, ahol a csapattársak tudnak titeket támogatni, mert azt is szoktam látni, hogy nagyon sok játékos az olyan helyen próbál megspotolni, hogy felspotoltam 10 tankot, jó, de domb mögött voltak, senki nem látott rá, de felspotoltam, felspotoltam. Tehát mindig legyen rajta a kis térképen a szemetek, hogy tényleg olyan pozícióba rakjátok magatokat, ahol tudtok spotolni. Hopp, ott az FATD. Nem talált az a repeszlövés sajnos. Hopp, nézzétek! Nem hiszem, hogy ránk fog lőni. Hiszen én spoton tartom, hogy ne tudjon normálisan bemenni a pozójába. Jó, azt kiszedtük. Tudom egyébként, hol a light. Segítek a KPZ-nek. Jó. Robbant a feje, ott az arti hátul. Meg felszpotolom a lightot. Egyébként az hibázott. Grille. Tészáz light előttem. A grillétől ugye fedezékben vagyok a dom miatt. Ma nem. Rájön, hogy amúgy vagyok. Parti balra. Au, az artit olyan, hogy kaptam, most már egy lövéses vagyok a grillének. De kinéz. Jó, de mivel jó lapos vagyok egyébként, jól tudok tornyozni is. Valahogy közel kell menni az ellenfélhez. Lőtt, az lőtt. Melyek az IS-7-es mögé, azt hátulról jól át tudom ütni. Be akarok menni a PZ-7-es mellé. Remélem nem lőve most az IS-ét. Oda alatt vagyok. Előtt minket az IS-7-es. Úgy nézett ki, mintha az IS-7-es azt feladta volna már, és menni akartam tovább a sebzésre, és kicsit greedy voltam. Lehetett volna még akár jobb kör is, hiszen maradhattam volna az IS-ét mögött, ott még lett volna rá egy lövésem, utána bemenni a PZ-7-es mögé. Csak gyorsan akartam menni, mert tudom, hogy el fognak párologni a tankok. Na mindegy, kicsit rossz timingot hoztam ki, de ez a mérkőzés ez jó volt. Tehát ez az a csapat volt, aki előtte a spotomat, jól tudtunk játszani, egy könnyű tank volt, tehát azt ki tudtam játszani, tudtam, hogy hol állhat, mert lehet sejteni, hogy hol állnak a könnyű tankok. Ugye a standard pozícióval szoktak bemenni. És innentől kezdve meg ugye körbe tudtam menni a pályán, és ki tudtam spotolni az egyéb tankokat. Szerintem egész korrekt kör tudtunk menni. 7200 sebzés, 2000 assziszt, majdnem 10k kombinált lett, ugye első osztály. Én szerintem egész jól teljesítettünk, XP alapján az első helyen végeztünk, mert sebzés alapján meg itt ugye nem nagyon sebzésre mentünk, úgyhogy ez nem annyira számít, illetve 15000 kredit pluszba jöttünk ki. Na most, hogyha megnézzük, srácok, ugye 4 darab mérkőzés játszottam, 2 bukó, 2 nyert.
És a kombináltunk az nagyon jó lett szerintem, hiszen a sebzés az 2100, plusz a spot az 3000, 5000 kombira játszottuk maga ezt a tankot. Hogyha megnézzük az 5000 kombi, a 100%-ig márkhoz nem elég, ahhoz 5400 kell, de 95%-hoz már bőven jól teljesítettünk, és egy 3 gun márkhoz session sikerült itt gurulnunk. Tehát összességében, srácok, szerintem ez a tank nagyon-nagyon kellemes. Kellemes azért, mert a páncélja az egész korrekt tud lenni, így ugye meg tudjátok nyerni az 1v1-et, ugye nem tudnak titeket repesszel könnyen beütni, könnyen pattonnak rólatok, főleg ugye az ellenfél könnyű tankjának, ugye általánosságban véve a könnyű tankoknak az alaplőszerátszítése az nem a legjobb, meg a premium lőszerátszítése sem, meg ugye az RHMPZ-en ugye a repeszlőszer az elég, ezen az RHMPZ-en a repeszlőszer nagyon kellemes, de nem tud titeket normálisan beütni, úgyhogy az 1v1-et az a legtöbb könnyű tank ellen meg tudjátok nyerni, plusz nagyon jól lehet vele ugye rammolni is. Ugye ez már egy plusz pont neki. Jól lehet vele sebezni. A pontosságra oda kell figyelni, hogy nem a legjobb, de amit láthattátok, a legtöbb lövést, amit akartam, azt el tudtam lőni. Az ágyú kezelhetőség az nagyon jó, az ágyú stabilizáció, úgyhogy az plusz pont ennek a tangnak. És szerintem tényleg egy nagyon élvezetes járgány, ha, és még egyszer mondom, ez az összes könnyű tankra igaz, nem csak a T-100-ra, ha megfelelő pályát kapjátok, és a megfelelő pályán a megfelelő csapatot. Tehát ennek a két dolognak meg kell lennie, ha nincsen meg, akkor akármilyen jó a könnyű tank, de nem lesz jó játékélmény. Nekem is voltak borzasztóan rossz körök mindezzel a T-100 Light-tal, mindezzel az RHM-mel. Nagyon jó pályákat kaptam, Kempinovka, Malinovka, Prorovka, spotoltam, ott világítottak, mint a karácsonyfa az ellenfelek, és az a csapatások misszelgettek, pattogtak, nem tudták ellőni, és kijöttem úgy, hogy alig sebeztem meg, alig spotoltam. Ez hozzátartozik a könnyű tank játékmenethez, de szerintem egész jól működésre bírtuk ezt a tankot, és igazából ajánlani tudom, mert ez egy király könnyű tank a mostani metára. Srácok, remélem hasznos volt nektek ez a videó, illetve hogy tudtam segíteni. Ha igen, akkor egy lájkkal, feliratkozással ezt nekem tudjátok jelezni. Ne felejtsetek el csatlakozni a Discord szerverre, illetve a Twitch csatornára, ott ugye láthatok engem. Előbb játszani a Discord szerveren, meg nagyon jó a közösségünk. Mind a kettőnek a linkjét megtaláltok a videónak a leírásában. Ha pedig támogatni szeretnétek a munkásságomat, akkor nyugodtan lessetek rá. A csatlakozás gombról különböző szinteken fel lehet iratkozni és lehet támogatni a csatornát. Nagyon szépen megköszönöm nektek a kitartó figyelmet a hosszabb videóhoz. Igyekeztem a leginformatívabbra megcsinálni ezt a videót, remélem sikerült, és akkor találkozunk a következő videóba, vagy pedig az élőadásokon. Szevasztok!